Én meglepem magam. Figyelj, én meglepem magam egy AK-val. És van nálam kokó. Akkor menjünk úgy, hogy a police base, utána le, vissza, és akkor Vlad túl. Hát legyen, végül is adjunk el, adjuk le akkor az anyagot. De akkor már tudod mit? Most menjünk egy nagyot, srácok. És adjuk le a rabokat is, az is csomó pénz. Adjuk le! Rifle ammo, shoti ammo, mindenféle ammo van nálam. Így van, most akkor egy nagy kört megyünk. Lassan bepenészesednek arra, szerintem már ott össze is jöttek. Jó, akkor viszont nézzük meg, hogy hogy a legjobb az útvonal. Ugye a polízbázison adhatnánk le a... Jó, akkor először polízbázis, leadjuk a kokaint, aztán Vlad shopjába vásárolunk, és a végén a labor camp. Négyen vannak. Na most lesz az, amikor viszont sokan fognak megtámadni, mert nagy kört megyek. Kokain és emberek is vannak nálam, tehát ezt mind megpróbálják majd kiszabadítani. És nem túl szerencsés, hogyha így szemből jönnek, mert akkor nem tudok kipattanni időbe a kocsiból, hogy ne lőjék. Na, itt csak egyenesen kell menni a polízbázisig, ott akkor a kokaintól megszabadulunk. Szerintem az többet ér. Tehát az szerintem akkor simán lehet, hogy... Nem, mondjuk 500-at nem, de... De egy 3-400 dollárnak azért örülnék. Érted? 3-400 dollárról beszélünk, amikor leadom hivatalosan, legálisan a kokain. Kimennék az utcára, a 15-szörösét keresném ezzel legalább. Árulnám a kokainos kólát, vagy kokainos vodkát mondjuk akkor nekik. Háromszázharminchat? Többet ért a cigaretta, mint a kokain. Oké. A temetőnél kell majd jobbra fordulni, és az lesz a Vlad iránya. Nem akarok nyílgázzal menni, mert hogyha meg megtámadnak, akkor ki kell pattanni a kocsiból. Temető, megvan a temető, fordulunk jobbra. És akkor innen a belső úton, ahogy megyünk, el fogunk érni Vladnak a shopjához, ahol megveszem az első OK-mat.
Vehetnénk rifle-t is, de én megmaradnék a haladjunk sorba dolognál. Szia, Vlad! Megjöttem. Hogyan nekem okát. Na nézzük. Várjátok, egy kést is vennem kell tőle. Króbárom? Szerintem króbárom sincsen, úgyhogy sajnos azt is kell. A másik kettőből van, azt tudom, tarcsi. Na, nézzük csak. Tehát pisztolyom van, shotim van, submachine gunom van, 2000-be kerül a rifle, és majd 2800-ba a sniper. Jó, úgyhogy megvesszük az AK-t. Azzal fogunk lövöldözni, viszont akkor az AK-hoz kell ammó is. Egy tízes pakkal szerintem jó leszek. Király, mehetünk tovább. Na, nem biztos, hogy olyan jó helyen álltam meg az úton, bocsi. Jó, és akkor innen visszatolatva megyünk le ezen a sárga úton, és akkor utána a labor camp. Tehát amikor a részeg medve fogadóhoz érünk, akkor ott kell jobbra fordulni. Alkál, mint azt a kurva. Oké, itt a részeg medve fogadó, és itt kell jobbra fordulnunk. Ennek az útnak a végén, vagyis hát ott a sarokban lent lesz akkor a labor camp, ott leadjuk az 5 rabot, ami 5x3 az 1500 dollár. Azt hiszem már 300 dollárokat kapok a rabokért. De ha elütöm, akkor mínusz 500. Ott mibe akadtam be? Puszta véletlen volt. Kicsi a belmagasság, igen. Na. Hallod, múltkor több mint 200-at kaptam a rabokért, most... És mi már ezek ilyen romlottak voltak, hogy nem értek 300-at? Csak 201-et, vagy 2-t? Ki ne gyere elém, mert mínusz 500 bazdmeg, és nem én ütlek el, hanem te sétálsz a kocsi alá. Mi? Micsoda? Két pálcás jogsid van? Az mit jelent? Úgy érzem, hogy az valami oltás. Mit jelent az, hogy két pálcás jogsid? Ezt tényleg nem tudom. Már mondjuk igen, lehet, hogy annyira régóta voltak ott, hogy már begyöpösödtek a sitten, ja. Ja, hogy két pálcás, amit lősz. Ó, megvan, megvan. Értem. Nem, ez legalább három pálcás volt. Ó, Istenem. Az az igazság, hogy annyira jó, annyira fun szokott lenni, amikor így elmész búcsúba és elkezdesz lövöldözni azokkal a fegyvereket. Tehát feelingre jó, de lehet igazából, hogy azért, mert tudod, hogy azzal úgysem fogsz egyeneset lőni. Tehát, hogy ott a célzóka, a cső, tehát jó, hogy nem meg van fordítva annyira a cső, annyira elgörbítve, hogy saját magadat lövöd le, ahogy előre nézel. Tehát, hogy brutális, hogy azzal miket művelnek, hogy ne tudjad ellőni a pálcákat. Ezért szokott az a taktika lenni, hogy telepumpálod ólommal a medvét, és azt már azért adják oda, mert szétjuggattad. Ez inkább vigyed, mert ez már nem fog kelleni senkinek.
plusz króbár, plusz lapát. Igazából akkor az SMG-t kirakhatjuk, ha... 3, 2... Lassabban lő, de szerintem akkor innentől kezdve lehet, hogy az SMG-t nem fogom használni. Majd meglátjuk. Te mindig le tudtál szedni, amit akartál? Komolyan? Jó, meg volt a Vlados kör. Akkor most vége a napnak? Hát én gondolom. 3200-an van. Nyilván 2800 lenne a sniper, de most vettem AK-t, úgyhogy azt nem veszem meg, akkor fejlesztek valamit. Az a baj, hogy az dur, tehát hogy 2000-ért nem fejleszteném a házamat, de mondjuk 1200-ért simán befejlesztem a warehouse-t. És akkor legalább a warehouse már maxos, és 1400 fog kelleni a börtönnek a kimaxolásához. És akkor utána már tényleg csak a ház van. Tehát ház, börtön, sniper rifle. Ez a három dolog hiányzik nekem ahhoz, hogy teljesen maxos legyen minden fejlesztésem. Voltál 10-12 éves? Hát figyelj, nem szeretném akkor lerombolni ezt a csodálatos emlékedet, de szerintem akkor nem lőtted le. Csak látták, hogy egy 12 éves kislány a sírás határán van, igazából a fegyvert fordítva fogja a kezébe, de nagyon örül neki, hogy ott a mögötte lévő hotdogos tannál egyébként már telepumpálta a hotdog eladót izével, vaktölténnyel, úgyhogy inkább odaadták neked azt a valamit. De nem akarom összetörni ezt a csodálatos gyerekkori emlékedet. Akkoriban több puska volt a kezedben, mint nekem valaha. Ez biztos, mert én egyszer voltam lőtéren. Tehát én olyan sok fegyvert nem fogtam. Napi szinten fogok egyet, de azt még nem jegyezték be egyébként fegyvernek. Úgyhogy ezen nem nehéz túltenni. Az, hogy te 12 évesen miért fogdosol fegyvert a kezedbe, az pedig lehet, hogy egy külön kérés lenne, vagy külön kérdést megérne. Hát csak ugye? Na nézzük, hogy milyen napra ébredtünk. Még mindig nem találtuk meg az akarisztáni smugglert, meg a missing mirrorosat. Az enyém is félrehord, igen. Sose oda lő, ahova kellene. Na, szálljál ki a kocsiból. Szia, Totyika. Na, nézzük. Megvilágítjuk UV-fénnyel a csodálatos fejét. Cyril Romanovics. Ez még stimmel. Na várjál, ez akarisztáni. Lehet, hogy ő lesz az akarisztáni smugglerünk. Kettő darab WC-t szállít. Most a papírokat... Faszom. Oké, bevállalom. Várjál, van 5 percem. WC papírt és vodka pürét akar venni. 53-ért az drága, 11-ért jó a cigi, 13-ért jó a laundry. Az a baj, hogy erre most 4 percen van válaszolni. 4 perc alatt átvizsgálom a kocsit, szerintetek, srácok? Elvtárs, tessék várni! Az a baj, hogy ez lehet, hogy pont a smuggler.
RSA6253CN, az stimmel. Kocsi. Missing double mirror. Nem fogom tudni ennyi idő alatt átvizsgálni a kocsiját. Mehet a prediction, igen, hogy vajon... Mondjuk nem tudom mire, de mehet a prediction. Ott a smuggler. Mondtam, hogy smuggler. Kurva duras. Zamo este, mennyit akarsz adni? 690-et? Hagyjál már börtönben, rohadol meg. Jó, akkor figyelj. Na. Rakd már el a pénzt! Barasto, cipka. Sorry. Nagyon jó. Van még 3 percem. A kocsiba máshol nem láttam illegál, de ott van középen. Jó, talán így rendben vagyunk. A WC-ben nincs. Oké, Summary. Hát egy picivel több volt még benne, bazeg! Hát volt még nála alkohol, maradjunk annyiba. Siettem már megint. Labor camp! Better bring a gun. Oké. Hát végre kipróbálhatom a AK-mat. Ja, egyébként nem kapkodtam volna, szépen átnéztem volna a kocsit, hogyha... Hogyha hagyott volna időt. Csak közben csörgött a telefon. Na, a labor camphez jobbra kell fordulni és egyenesen menni az úton. Vatta, itt vagy? Bazd meg, képzeljétek, elfelejtettem az egyik hatalmas hírt nektek mondani. Itt van Vatta faka? Vatta? Lecseréltem a punci mobilt. Képzeljétek el, jövő héten megyek átvenni az új tütüt. Lecseréltem! Képzeld el, úgyhogy most már nincsen puszi mobil! Azért külön Vattát kérdeztem, mert ő az, aki... hát ugye részt vett abban a beszélgetésben, amikor a puszi mobillal ment a közlekedés a faszállító autó mögött. By the way, hogyha van még valaki, aki nem látta a faszállítós videót, akkor azt tudom ajánlani. Na. Üha. Na, álljunk meg. Hát itt mi történik? Ugye most nem mondod komolyan, geci, hogy most vettem meg az alkát, és itt kapok egy ajándék alkát! Vagina Verdára? Nem. Majd ha meg lesz a tütű, akkor majd megmutatom nektek Discordon, hogy mire lett lecserélve. Kikérem magamnak, hogy engem és Ácit nem mondott, mi is ott voltunk. Az más, de veletek nem volt annyira éles az a nézet eltérés, mint Vattával. Igen. Amúgy, Gyuri, viccet félretéve, ez most nem punci mobil, de punci magnet van benne. Tehát ez végre egy férfias autó, amiben van punci magnet.
Pasta Denaya Ajniu, my zapnieli Amego Borisa Oberankova. Oczta nasze wywiadu, je wobrać wecztaja swobodnić go. His men want to rescue him and they may be watching. We have to get this bastard out of here as soon as possible. Oh, el kell vinnem ezt az embert. Aha! Mi van? Oké. Okay. Ben vagyok a... Van egy cigi csaje. Akarisztáni cigaretta, nézd meg. Hát hello. Cover the prisoner transport. Azt nem De én kinyitni akarom, mi lenne, ha nem csukódna be? Tamra. Mi madre sledovate. Ihto što ja? De arci, cis. Na, hát azok már nem jönnek utánunk. Csak a drivert kell kilőni. Na anyádat már, ne lőjé! Jönnek. Jött még kocsi. Nem jött? Dehogy nem. Az még olyan. Há, láttam. Hű, várjál, ajtóm már nincsen. Menj már innen! Nincs fedezékem, haló. Na várjál, ez így is megy. Kinyílt az ajtó, így már biztos. RPG nincs a játékban, pedig na... Hát mondjuk a durability az csökken rendesen. Ó, baszki. Úristen. Atya világ, hagyd, de töltenem kell! Hű, hallod? De nagyon messze vagyunk még. Ó, fehér jaguár. Ez kemény lenne. Nem, nyilván azért nem, basznek. Hát az durability nagyon nem áll jól. Hát szerintem oda se érek. Ú, jó messziről kilőttem a drivert most. Hűha. Varisu, odej tady vňač masinu. Komrád, get out of the car slowly. Podešli tady. No. Igen.
Kilőtték a driveremet a francba. Ja, hát a bloodfistesek! The prisoner you are transporting is crucial to our operation in the region. Akkor mehet szabadon. Hát, mivel én vörös öklöző vagyok, ezért egyértelműen elfogadom. O barandinha, mnie znajać jego samoska duro. Nagyon jó. Having regained his freedom, Oberankov lunges at you with his fist. The rebel struggled to drag the angry mobster away and leave the scene. Lying half-conscious, on the asphalt, you hear the familiar sound of police sirens in the distance. 2000 pénz. Na, és azért jó, mert most 2 alkám van. Tehát igazából 2000 dollárt kidobtam az ablakon, úgy, ahogy van. Ugye már egyszer ezt egy pisztollyal is eljátszottuk. Korrupt a rendőri munka? Nem, csak én a vörösöklözőkhöz csatlakoztam, hogy felszabadítsuk ugye az országot. És ezért dolgozom egy kicsit ellenük. Mármint a... Igazából magam ellen maradjunk annyiba. Fotós tímmel. Bandar Kokrmaz! Jó a neve az stimmel. Al-Baraki visit, tehát nem kapott asylumot, az nem jó. Arra már akkor azt be kell pippantanom, az, hogy entry regulations not met. A papírkáit le tudjuk ellenőrizni. Al-Baraki ez ilyen lila. Egyébként szerintem olyan nagy különbség, tehát hogy ha van különbség, akkor az nagy különbség. És nem az, hogy a lila különböző árnyalata, vagy a lila 50 árnyalatát kell nézni. 2030 kiló lehet max a kocsi. Az stimmel. Smuggler úr? Vajon ő smuggler? Ussolj már. Tükör megvan. Bumper megvan. Lámpa megvan. Kerék nem lapos. Ezt rakjuk már el. Az igen? Egyébként ennek a kocsinak gigantikus csomagtartója van. Na nézzük. Oh, nem ezt akartam. Egy szappan, egy luggage, 3 toalett. Ez stimmel. Figyeljetek, szerintem ő rendben van. Hol van Józsi? Vagy gyerek WC, igen, az is lehet. Jó, hát igazából ő nála az van, hogy az entry regulationnek nem felel meg, tehát mindenképpen haza kell küldenem. Barásta a sipká! Hát a dual build az mehet, igen. Tehát, hogy az megoldható. De annak kevés értelmét látom. Akkor már inkább egy másik fegyver legyen a másik spoton. Viszont ennek a napnak a végén, hogyha olyan nagy gebasz nem történik, akkor a snipert meg kéne venni. Szerintem. Please let me through, my children are completely alone there, I have to find them. Zeon Gajda.
Hát nem mész át. Tehát ez már nem stimmel, haver. Ja, még itt se. Ezt hogy tudtad összehozni? De az Asylum megvan albarak, csak szerintem a papírjai nem stimmelnek. Le is járt. Al-Baraki. Ezek hamis papírok, srácok. JVH0378. JPH. Nagyon jó, tehát még a registration number se stimmel. Figyelj, ha hogyan pipáljunk ki minden hibátnak, szerintem nagyon, nagyon a közelébe leszünk. 589.90 az jó. Na nézzük. Csomitartó. Oké, az megvan. A kerék, bodywork, tükör, kerék. Bodywork, jó. Itt nem látok semmi gebaszt. Tehát csempésznek nem tűnik csempésznek. Nem visz semmit a kocsiába. Hát ez csak annyi, hogy minden átkozott passport number, az mondjuk stimmelt, fotó az rendben volt, a stamp az rendben, a vehicle weight rendben. Az entry regulation-t azt mikor kell bepipálni? Hogyha Al-Baraki, és nincsen meg az Asylum, de itt megvan, csak hamis. Meg amúgy is, itt csak Tuning Polskival lehet átmenni. Már a neve alapján elmehet a faszba. Ja, végül is igen. Nyetapot. Ide látom, hallod? Jössz befele és látom a cigarettát, bazeg, ott lent. Tehát az szerinted ott micsoda, haver? Fú, bakker, na ezzel lesz dolgunk. A fotó az stimmel. Tamerunal, legalább az stimmel. Na, hát akkor szedjük szét a tütüt. Azt mondja, fuck the hell off. Eltört a késem. Az baj. Hát a hippi verdával mindig csak a baj van. Jó, cigarettás ember. Plafon. No. Ott is megvan. Ott is megvan. Ülés mögött nincs. Alatt nincs. Hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy kerék. Oké, van egy missing... Úgyis le lesz tartóztatva, de azért be kell írni. Missing mirror. Ott is megvan. Nagyon jó. Missing mirror-t beírtuk. Hopp, itt is. Ika, nagyon szépen köszönöm neked is a riszabot. Ez átnézve. Oké, a belsejét majd mindjárt nézzük. Ebben a kerékben kivételesen nincs semmi. Ebbe a bumperbe sincs.
Akkor jöhet a szajré. Lehet, hogy ő azzal próbálkozott most itt, hogy annyi cucc legyen nála, hogy én megunjam, és ne legyek alapos. Hát a cementbe csak nem... De. Rá van írva, hogy drugs. Mondom, nem látok semmit, azon se. Oké. Okay. Úgy szerintem végeztünk. Ada. Aroszko varisú. A csempész az első látásra, akkor felesleges a papírokat ellenőrizni, így is börtön lesz a vége. A pénz meg ilyenkor a megtalált csempészár után kapod, nem a papírok alapján. Na jó, de hát fán nézegetni. Barásta a sipká! Na. Sipkásat lecsuktuk. Na nézzük, mindent megtaláltunk-e. A 200, akkor megtaláltam mindent. Szuper. És elméletileg az összes csempészt elkaptuk, akikről kaptunk fülest. Mert a tábláról eltűnt most már minden. Amúgy szépen termelődik itt a cucc. Bürokrata a csávó nem bírna aludni, ha nem követni a protokollt. Na hát ez meg a másik, nem? Tehát most érted, hogy ha van egy folyamat, amit lehet követni. Bazd meg! Srácok, emlékeztek, hogy tegnap mondtam nektek, hogy milyen furcsa dolgok mennek a háttérben a Twitch-en, hogy hogyan csalnak így-úgy emberek, és mindegy, van egy téma, amiben én még soha életemben nem kaptam e-mailt, ebben a pillanatban csipogott, azt hallottátok. Véletlen lenne? Milyen érdekes? Ja, Martinnal meg Krappával beszélgettünk mostanában erről. Ebben a pillanatban csipogott be, bazzeg. Na, ő valamit akar venni. 12 ér a toalettpapír. Biztos az én volt? Miért látták, hogy rosszul célzok? Jó, cigit akar venni. Hát ez plusz 3 ér, meg plusz 7 ér, az szerintem kevés. Annyira nem akarom eladni neki. Ja, ezen a cigim most sokat kerestem. Nem, itt a motorban nincs semmi, tükör megvan, izé megvan. Mondjuk a rendszámot nem néztem. Kicsit kitérnék erre. Martin, szerinted ebből mennyit lehet megosztani? Mert most
az egy dolog, hogy ezt streamereknek küldenek ilyen-olyan simlis dolgokat, de hogy ezt mennyire lehet megosztani a közösséggel, amúgy én szívesen megosztom, meg kibaszottul semmi közöm nincs hozzá, csak felbasz, hogy van ilyen. A visszaosztós téma, igen. De ha már van, aki lebukott vele, már mit, érted, Connor, hogyha Connor tud róla, akkor valószínűleg ment már ki erről info. JQE2674FP. Szia, senpai, hello. Közben én azért itt vizslatom a kocsit. Amúgy én szívesen beszélgetek erről, mert... Érted? Ez nem egy... Engem csak felkúr, hogy amúgy van ilyen. Hát igazából szerintem konkrétabb pénzmosásról van szó. De mindegy, a lényeg az, hogy az megy, mondom, én még soha nem kaptam ilyen e-mailt, most kaptam meg az elsőt, ezt is azután, hogy tegnap valamilyen szinten említettem nektek ezt is streamen, hogy nem tudtam, hogy van ilyen, tegnap tudtam meg, és idegesített, vagy hát nem tudom, mondjuk semmi közöm hozzá, hogyha valaki ilyet csinál, csak max fölbasz. Egy pillanat, csak ezt befejezem. A lényeg, hogy olyannal csalnak, hogy csírelnek, és ajándékszubot osztanak ki egy streamernek X összegbe, általában ez viszonylag nagy összeg, tehát mondjuk ilyen havi, nem tudom, 2-3 ezer dollárról simán lehet beszélgetni, hogy annyit beküldenek neki, azért cserébe, hogy a hó végén abból valamennyit visszautaljon. Elgóbb az meg a streamer mossa nekik a pénzt azzal, hogy ő megkapja, átmegy ugye úgymond az adózási részen, az hó végén a streamer megkapja, és abból X összeget vissza kell utalni. De ezt kb. Úgy képzeljétek el, hogy ez ilyen csír szinten mondjuk ilyen 10 000-es csírek többször egy hónapban, meg mondjuk ilyen 100-200-300-400 ajándékszub. Durva bazd meg. Jó, amúgy ezek stimmelnek. Cargo list az stimmelt? 3 luggage, 2 detergent. Amúgy akkor ő átmehet. Nincs üres. Nem, még fér bele. Köszönöm. Akkor lenne egy üzleti ajánlatom. Ja, szóval... Ez nem új keletű, elég sok helyen van így. Eladok valamit, és a vevő majd ad vissza. Na most igen, az a helyzet, srácok, hogy ennek egyébként van egy olyan... Ennek amúgy van egy olyan része, amivel még azt mondom, hogy egyet is tudok érteni. Tudjátok nagyon jó, hogy külföldön, például Amerikában a reklámnézéssel lehet bitet szerezni. Tehát, hogyha valaki mondjuk veszi arra a fáradtságot, hogy full legit módon farmolja önmaga a reklámokat, nézi, ezért cserébe kap csírt, mármint bitet. És hogyha azt akarja ő pénzét tenni, akkor jogos a feltételezés, hogy mondjuk beszél egy streamerrel, hogy neki az beküld és abból visszakap. Csak az a baj, hogy szerintem itt nem csak erről van szó. Meg itt a Prime subokkal való baszakodás. Szerintem gáz a téma. Főleg azután, hogy most már a Twitch Metrixen amúgy lehet nézni, hogy
melyik streamernek hány szubja van, és abból mennyi ajándék szub. Ami segítek nektek, srácok, nem pontos számot ad, de az arány az jó. Na, ezt megnéztük egyébként többen haverok, akik így összebeszéltünk, hogy a szám nem stimmel, amit odaír, hogy hány szubod van, de az arányailag, hogy abból mennyi az ajándék szub neked, az stimmel. És vicces látni, amikor vannak ilyen 6-700 szubon lévő emberek, amiből 6, mondjuk 650 ajándék. Tehát, hogy kicsit furcsa. De megtaláltad a cikket? Hackerek 10 millió dollárt mostak tisztára a Twitch-en keresztül. Na, hát tessék. Most ezt az embert elküldhetem? Nem volt semmi baja. Figyelj, tudod mit? Én azt mondom, hogy te menjél. Ja, szóval, és mondom, ráadásul ezért röhögök ezen, bazd meg, ebbe a pillanatban kaptam én is ilyet. Tehát, hogyha az elkövetkezendő napokban mondjuk azt látjátok, hogy nálam megjelenik így hip-hop 2-300 ajándékszub olyan embertől, akit még életetekben nem láttatok, vagy véletlenül becsírelnek nekem egy ilyen 100-150 ezer csírt, akkor nehéz lesz azt mondanom, hogy ez nem az. Te menjél! Tehát figyelj, menjél, veled nem volt semmi bajom. És igen, arra is emlékszem, hogy a Twitch leak után az adatok között tűnt fel pár furcsaság. Ja, de egyébként... Igen. Tehát, hogy ez nem új keletű dolog. Én nem olyan régen szereztem erről tudomást. Lehet, hogy az én hülyeségem, hogy ez engem bosszant, de... Aztán meg lehet, hogy nem kell vele foglalkoznom, mert engem nem érint. 100-150k csír, küld már át azt az e-mailt, én írnék neki. Figyelj, Martin, átirányítsam hozzád Kilimiszki Andrit. És geci, és leírja, hogy hány streamerrel dolgozik már együtt. Hány országból. Volt már itt 100-as subgift, akarsz róla beszélni? Megint más egy 100-as subgift egy közösségtől, meg megint más egy olyan, amikor mondjuk azt látod, hogy a top cheerer és a top subgifter az vagy nem létező Twitch account, vagy így köze nincsen semmihez. Vladhoz akarok menni megvenni a snipert, hogy a következő küldetéssel ingyen megkapjam a snipert. Hát itt mondjuk befordulunk. Jajjaj. Na de most érted, így rád írnak, azt mondják, hogy figyelj, én havi szinten küldök neked egyenesen 2-3 ezer dollárt, annak küld vissza a felét. Ó, bazd meg. Meg fogok halni, baszki. De megint nem tudtam kiszállni bal oldalt a kocsiból. Ja, és azért támadnak meg, mert van nálam illegál cucc. Oh, fuck! Izgalmas lesz. Amit írtatok közben. Biztos igazat mond a bűnöző. Az is mekkora, hogy a leak után az adatok között turva tűnt fel néhányaknak a dolog, és nem a Twitch szűri a dolgot. De a Twitch hogy szűrni? Sehogy. Érted? Az a Twitchnek is jó, baszki. Tehát, hogy igazából, ha belegondolsz, lehet, hogy azért nem basztatja ezt az egészet a Twitch, mert ez neki is jó, hiszen hogyha subgift kerül be, abból ő kap. De nekik is jó. Szarnak rá szerintem.
Igen, ahogy Martin is mondja, tehát, hogy most érted, hogyha itt Miucci megőrül, és bevág egy 100-as subgiftet, akkor az lehet, hogy nem furcsa, de mondjuk, hogyha megjelenik itt Mihailovic, aki first time chatter, és azt mondja, hogy tessék, itt van 500 sub, az fura. És pontosan, Mangó, ez a legdurvább, hogy amúgy egy legit gondolat az egész, hogyha belegondolsz, mert most érted, hogyha neked azt mondják, hogy itt van havi plusz 1500 dollár, neked igazából semmi dolgod nincsen, csak megkapod a pénzt, azt abból egy picit visszaküldesz. Lehet, hogy a csatorna hirtelen fölmegy 1000 szubra. És tudjátok, hogy mint gondolkodtam? Hiori, ha ugyanez, mi van akkor, ha én azt mondom, hogy oké, okay, bekúrja a hónapba az 1000 szubot, meg mondjuk egy ilyen 20-30-40 ezer csírt, azt én elfelejtek neki utalni vissza a hó végén. Akkor mi van? Följelent? Hallod, rajta keresztül akartam mosni a pénzt, azt nem küldte vissza. Akkor mit csinál? Feltöri a fiókodat is, de mondjuk igen. Ja, szokja azt az egész csatornát elviszi a picsába. Igen, mondjuk lehet, hogy azzal rosszabbul jársz. Megérted? Ha egyszer belemész egy ilyenbe, akkor ki tudsz szállni? Vajon akkor azt tudod mondani neki a következő hónapban, hogy én ezt már nem szeretném csinálni? Vagy azt mondja, hogy egyszer már csináltad benne, vagy úgy, hogy innentől kezdve ez most már folyamatos? Azért ebbe is érdemes belegondolni, hogy nem biztos, hogy te ezt akarod csinálni, és hogyha egyszer megcsinálod, akkor mi van? Nem? Hát, ha jó fejlesztés támogat, igen. Hát azért ennek köze nincsen egyébként a hottube streamerekhez. Ha én megjelenek 500-as subgiftel, akkor nyertem a lottón, azt mondja Kaf. Én biztos, hogy nem fogom elültetni bennetek azt a gondolatot, hogy ez rendben van. Lehet, nem baszakodnék egy hackerrel, az biztos. Na mindegy, szóval ez például szerintem egy érdekes dolog, hogy azért ezt, hogyha egyszer megcsinálod, akkor utána hogy mondod azt, hogy hello, szia, én ezt már nem akarom. De merje, közben még már megtámadtak, csak még nem látom őket. Majd beszélgetni kell egy olyannal, aki ezt csinálja, hogy vajon ki tud-e szállni. Vagy a streamer most pénzt, és a felét szubolja vissza. Volt olyan időszak, amikor ez... Várjál? Hallod, ne gyere már nekem! Rendőrautó vagyok, és nekem jössz? Na. Megvettem a snipert, úgyhogy figyeljétek meg, a következő bazd meg az lesz, hogy a következő küldetésnél fogok kapni egy ingyen snipert.
Igen, akkor Vlad is odd lesz a csatorna neve. Na nézzük, abba az irányba, ha megyek, az jó nekem. Azzal hazajutok. Csak teljesen egyenesen. Na mindegy, ezek szerint ez már egy tök régi, régi keletű dolog. Ebből is látszik, hogy mennyire buborékba vagyok én is. Én erről nem tudtam, hogy ilyen van. Egészen egy, nem tudom, pár nappal ezelőttig, amíg beszélgettünk erről a srácokkal. Jajaj. Mondjuk még egy támadás még beleférhet a... Á, már nem, már itthon vagyunk. Na, viszont akkor most már én maxos fejlettségi szinten vagyok, mert megvan az utolsó fegyver is. Át Maduro. Oké. Okay. Repair cost 50. Hát mondjuk nem maradt túlságosan sok pénzem, de még egyébként a fenntartásokra elég, mert az nem szokta elérni az ezret. Na mindegy. Úgyhogy, ha bővebben akartatok erről tudni, akkor most elmeséltem, hogy mi van. Ott a rizikó a dologban, hogy amúgy, ha közzé teszi, hogy ezekre vevő vagy, aztán a közösség mit szól ahhoz, hogy... Hát igen, ez a másik. Akkor hagyd is abban a játékot, nincs fejebb. Még van fejlesztés, ugye a ház, a bőri, tehát hogy még ilyen facility upgrade az van, de én már nem tudok tovább fejlődni. Mondjuk még előléptethetnek, az nem tudom, hogy még benne van-e a játékban. Chapter 8. Beléptünk az utolsó chapterbe. Egy bomba támadás volt a parlament ellen tegnap este. Hoppá! Ráadásul ugye mi támadtunk, mert ugye a bloodfistesek voltak azok. És én is az vagyok, úgyhogy igazából hajrá fiúk. To the border guard captain in Karikatka. Because of your decisions, my children are left completely alone in a foreign country. I promised my wife before she died that I would look after them, but you took that chance away from me. You have no heart. I hope a similar tragedy happens to you someday. Hát igen, ez az a csávó, akit visszafordítottunk, aki állítólag a gyerekeihez akart átsietni, csak nem stimmeltek a papírjai. Aha. Szerintem már kinyitottad. Szevasz, törpicsek. Nem maradsz, jó? Szevasz. Azt a mindenit, hopesz. Hát bezártak téged. Mondjál, törpilla. Megmutatod magadat a srácoknak? Igen? Mondjad, már tök rég láttak téged. Na gyere! Ott sasol a háttérbe. Na most mi van?